Egyébként ez az Egervár, ez egy csemege, tehát ez nekünk olyan, mintha nyaralni mennénk, holott természetesen nem nyaralni megyünk, de nagyon szép ez a várkastély. Nagyon szeretünk ott játszani, nagyon jó közönség van, mindig telt ház van, úgy érzem, hogy nagyon szeretnek ott minket. Egervár, Zalaegerszeg mellett, nem tévesztendő Szegerrel, ország másik fele. Van egy várkastély, ahol már nagyon régóta játszunk, tizen jó pár éve. Szerintem az egervári világ az ország egyik legjobb színházi élményét teszi lehetővé a szereplőknek, alkotóknak, mert valami olyan felfokozott és szeretetteli érzetet kap az ember, amikor készül a színpadra menni, hát a kollégák, olyan nagy szeretet árad a, és kíváncsiság árad a nézőtér felől. És a nézőknek is az egy teljesen más hangulat, hogy közben hallják a tücsköket, a vonatot, a kutyogatást, és közben valami előadást látnak, megy le a nap, jönnek az esőfelhők, és szakad az eső, vagy éppen nagyon meleg van. A mi kis településünk Egervár itt Zala megye északi részén Nyugat-Magyarországon található. Egy picivel több mint 1000 fős településről van szó, Sárvízpatak völgyében. Nevét az itt őshonos Egerfáról és erről a várról, illetve ennek az elődjéről kapta, ami már az 1200-as években is itt állt. Nagyon boldogok vagyunk, és nem csak én, hanem az egész társulat, mert nagyon vártuk. Ezzel az előadással zártuk március 11-én otthon az utolsó esténket. Az indul a Bakterház volt, ugye még a vészhelyzet előtti estén, napon. És hát annál nagyobb öröm, hogy most ezzel nyithatunk, és a színészek újra ezzel az előadással léphetnek először színpadra. 20 éve tájoló színház vagyunk, és voltunk, és maradunk, és leszünk is, mert mi nagyon szeretünk vidékre menni, mi nagyon szeretjük a vidéki közönséget. Ez az egy hónap, amikor Egerváron vagyunk, az nekünk egy nyaralás, egy kimozdulás. Napközben jönnek-mennek a színészek a környéken, mindenfelé kirándulnak, ebédelni mennek, jó nagyokat csatangolnak, nagyokat röhögnek, beszélgetnek, és akkor este jönne a közönség gyönyörűen felöltözve, kicsinosítva magukat, a férfiak is szépen felöltöznek, tehát megadják a módját, és nekik is egy ünnep, hogy az egervári várkastélyba jönnek előadást nézni. Külön öröm számunkra, hogy idén is tudjuk itt üdvözölni a Turaida Színházat, és most itt vannak Egerváron, 4 hétvégén keresztül, 12 darabbal, hamarosan indul az évad, ma az indul a Bakterház című műsor kerül színpadra, amit nagyon várunk. Tavaly is már hozták ezt a darabot, nagyon szerették a nézők, és hát hogyha idén szerintem csak ebből állt volna az évad, akkor is teljesen teltházzal ment volna az egész. Azt gondolom, hogy a kultúra mindannyiunknak az életét alapvetően meghatározza. Ez alatt persze érthetünk sok mindent, a zenét, a képzőművészetet, a színházművészetet, de kultúra nélkül azt gondolom, hogy sokkal szegényebbek lennénk. Magával Egervárral kiváló a kapcsolat. Egy dolog miatt irigykedünk rájuk, ez az egervári várkastély, ami sajnos nem Zalaegerszegen van, de megbocsátható bűn. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan kincs, amit érdemes jó értelemben véve kihasználni. És azt gondolom, hogy a Turaida Színház pedig egy olyan értéket képvisel, most már nem csak Budapesten, hanem itt Zala megyében, Egerváron is, nyugodtan mondhatom, hogy Zalaegerszegen is, amelyre évek óta felfigyeltek a helyi polgárok, évek óta fontos a helyi színházkedvelő közönségnek, és éppen ezért aztán, amikor a Turaida Színház megjelenik az egervári várkastélyban, és ezekre az előadásokra sor kerül, akkor polgármesterként elsősorban mindig azért kell aggódnom, hogy a városból kit fele tartó hosszú-hosszú kocsikonvojok, azok biztonságba érkezzenek ki Egervárra, és utána biztonságba is jöjjenek be, mert ez azt mutatja, hogy nagyon népszerű, a kapcsolat nagyon jó, és az emberek nagyon szeretik. Thank you.
Osztrigás Mici nekem az első darabom itt a Turay Éda Színházban. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat, de Valmonté herceg, akit alakítok benne. Barna virágok a szemeit, és a fél homályt úgy szereti, mikor csendesebb a szó, mikor összebújni jó. Én játszom magát, Osztrigás Micit, Fődó, Szentirmai Ákos, Bradány Iván és Darvasi Ilona átiratában. Úgyhogy nagyon megtiszteltet, és azt gondolom, hogy minden színésznőnek a Mici egy csodálatos kihívás, egy csodálatos szerep. Osztrigás Mici, két láb, két cici, s mind a szvik köztem. Imádják a hősök, az Osztrigás Mici, csak egyetlen puszi, örjön a férfi, testemet népiszi. Nagyon-nagyon örülök, hogy újra nézői szemek lesznek rajtunk, és hogy halljuk a közönségnek a nevetését, hogy rögtön érkezik egy visszaigazolás. A színházművészet ugye akkor születik meg, hogyha együtt lélegzünk a nézővel, és így közösen hozunk létre egy alkotást tulajdonképpen. És nagyon vágyakozunk arra, hogy a nézők visszajelzése, nevetései, megdöbbenése, tapsai itt felcsendüljenek, ez minket nagyon inspirál, hiszen ezért játszunk, ezért vagyunk. A tüdőm tág, az orrcimpám is remeg, a közérzetem egyenesen remek. Nem lehet hát semmi baj velem, csak elkapott egy furcsa szerelem. Itt vagyunk Egerváron, most először vagyok itt életemben, és egy gyönyörű helyszín fogadott. Itt tudtam meg azt is, hogy a szállásom is a kastélyban van, úgyhogy ez kifejezetten egy nagy öröm, hogy gyakorlatilag csak a hálószobából le kell sétáljak a színpadra. Én játszhatom Bob Herceget, ami számomra egy nagyon különleges élmény. Több szempontból is, egyrészt színészileg egy kihívás, ugye, hogy magát a herceget alakíthatom, és azon belül még van egy másik szerep is, ugye, amikor a Bob az utca királya szerepébe bújok. Tehát ez az egyik, a másik pedig az, hogy Nagy Gáborra játszhatok együtt, aki ugye a Bob herceg volt a filmben is. És ez kifejezetten egy olyan élmény, amit azért ritkán él meg az ember. Puszka Jenő operetta, a Bob Herceg volt 1902-ben az első magyar nyelvi operett, még külföldi a témája természetesen, és utána egy évvel később mutatták be a János Vitézt, ami már magyar témájú operett volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Bob Herceggel indult a magyar operett játszás. Ma van a 101. előadása. Gyere csókolj meg, szapor átó pizzám, ha megfőztél most, megegy ide meg ám, légy a párom, alig várom, minden tó. Erre mindig szükség volt. Az operett, ha most arról beszélünk, főleg a szórakoztató zenés játék, ez mindig is egy réteg műfaj volt, és ennek mindig meg lesz a közönsége. Ez mindig is egy nagyon jó dolog, és hát egy ilyen műfajba játszani, ez kivételes dolog egy színésznek. Pályára csak nagyon komolyan lehet készülni, és nagy alázattal, és nagy odafigyeléssel, és nagy szeretettel. Szóval ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Ez oda kell adni az embernek saját magát 1000%-osan. Most nagyon izgultam, mert nekem ez volt az első főszerepem itt a Turay Éda Színházban,
Életemben nem ez volt az első főszerepem, de ekkora anyagot még soha nem játszottam, úgyhogy én borzasztóan izgultam. De nagyon, nagyon jó volt a kollégákkal dolgozni, nagyon, nagyon sokat segítettek, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, és úgy érzem, hogy a karakter is egy kicsit pofán is talált, ha lehet ilyet mondani. Én nagyon szeretek ilyen épületnek a... Van egyfajta hangulata, és ezt én nagyon szeretem. Főleg egy előadásnál, főleg egy ilyen vígjátéknál, vagy zenés darabnál, még az akusztika is egy picit hozzásegít, pozitív töltetet ad az egész darabnak, és én ezt nagyon szeretem. Valahogy azt veszem észre, hogy itt is Egervár, azért az Alaegerszeg itt van nem messze, mondjuk ugye van színház. De úgy vettem észre, hogy nagyon szeretnek minket itt a Turaida Színházat, tehát tényleg most már szinte ők is ismernek minket, mint a Turainak a törzs közönsége. És most nem mondom, hogy hálásabbak, vagy nem hálásabbak, de nyilván érződött ez, hogy úgy várták már, hogy lehessen jönni. Azért hívtalak meg titeket ide a szobámba, mert először is nagyon-nagyon szeretem ezeket a régi, hát bizony-bizony nem is múlt századi, hanem még sok-sok-sok-sok száz évvel ezelőtti bútorokat, amiben tényleg az ember úgy érzi magát, mint egy király. Úgyhogy van egy hangulata ennek az itt létnek itt Egerváron. Úgyhogy itt ez a sok-sok plusz impulzus még jobban összekovácsol minket egy erős csapattá, vagy inkább családdá. Kezdetek óta járok én már Egervárra, mikor még a kastély nem volt felújítva. Minden egyes pillanat, amit itt töltünk, az nagy izgalommal tölt el, mert egészen más, mint mikor bent a Kőszínházban játszunk, egészen más a hangulata. Több okból kifolyólag is. Kollégákkal bent a színházban mindig rohanunk, mindenki megy a dolgára, egyéb munka, stb. Nem tudunk úgy beszélgetni, itt végre, itt a szabad téren, a gyönyörű környezetben tudunk beszélgetni, játszani. Nagyon élvezetes mindig a lent töltött idő. Ezt az alai dombságot magát, ezt nagyon szeretem. Ez nekem nagyon a szívem. Ez egy biztonságot adó rész. Egervár egy nyári színház, ami ugyanazokkal a pozíciókkal bír számomra. Tehát nekem, ha felmegy a függöny, bárhol megy föl egy függöny, akkor én színházban vagyok. Ez lehet kint bent, zárt, kicsi, nagy, mindegyik ugyanaz. Most már főiskolával együtt 37 éve játszom színházban, tehát megszoktam a szabad teret, a szúnyog a gégéden a tartott hangnál, és ilyesmi, de azért van egy speciális hangulata, nem csak az, amikor jön a vonat a háttérben, hanem kicsit szabadabb, kicsit vidámabb, és ilyenkor persze ez kőkemény munka, de azért egy picit olyan, mintha nyaralnánk is. Szeretem a csapatot. Itt vagyunk hát ünneplőben, vár az esküvőn. Énekeljen lelkes egyen, szívünk lelkünk. Itt vagyunk, hát összegyűltünk minden résztvevő. Megy a szonyra, főleg ére, áldást kérünk. Mindig azt mondtam, hogy nekünk a néző a fontos. Mi egy klasszikus színház vagyunk, klasszikus díszletekkel, klasszikus jelmezekkel, klasszikus rendezéssel. Mi valóban a nézőknek játszunk, ez a fontos, persze ezt mindezt igényesen, tehát a vígjátékokat is csak igényesen szabad, sőt sokkal nehezebb, mert sokkal inkább borotva élen táncolhat a dolog, át lehet billenni egy rossz irányba is, tehát mi erre nagyon-nagyon figyelünk, és nagyon szeretnek pont ezért bennünket. Igazából ugye ezt a darabot, az Indul a Bakterházat, és olvastam, rengetegszer láttam, de nagyon tetszik a színházi előadás is. Most vagyunk itt először a Turaidi Színháznak a Várszínházi előadásán. Nagy örömmel jöttünk, és nagyon imádom magát az egész előadást, a színészeket, a zenét. Legszívesebben felpöldülnék melléjük a színpadra, mert imádtam. Kedvenc helyem. Hévízről vagyok, évek óta járok ide, nagyon-nagyon színvonalas az egész előadás, az itt lét, a környezet is, minden nagyon-nagyon szimpatikus és kellemes. Én most voltam itt ebben a szezonban először, erre a hónapra az összes előadás, a Turaida előadásra vettünk jegyet, és nagyon tetszik a környezet is, meg maga az előadás színvonala is. Jó nekünk látni egyébként más színházaknak a műsorait is.
mint a Turaidáért is. Érdekes látni olyan színészeket, akiket előtte csak a tévében láttunk itt Zalaegerszegről, úgyhogy tetszik, igen. Megtalálta a Turaida Színház azt a fajta stílust, azokat az előadásokat, ami igényesen szórakoztató. És úgy érzem, hogy nagyon sok visszajáró nézőnk van, rengeteg helyről jönnek, teltházakkal játszunk, a júliusi előadások már gyakorlatilag az összes teltházzal működik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény menet volt, de hát látjátok, hogy milyen közönség van, milyen hálás közönség van, minden széken ülnek, és jó hangulatú előadások vannak, és én nagyon remélem, hogy ezek még évtizedekig így lesznek. Mindenféleképpen fontos a közönségnek a visszajelzése. Ez egy társas játék, hát ez akkor érdekes és akkor jó, hogyha ez oda-vissza működik. Valahogy minden darab által mi is adunk magunkból, és ezt ugyanúgy érezzük mi is visszafele a színpadon. És amikor tapsolnak a végén, a csodálatos élmény, főleg ennyi kihagyás után, azt mondhatom, hogy katarzis élménynek számított most mindenki számára. Színház. Önöknek játszunk.